Megbilincselve áll az autója mellett a szlovák embercsempész, körülötte rendőrök. Vasárnap fogták el a férfit az M9-es úton. 6 szír migráns próbált Nyugat-Európába szállítani. Az elmúlt hónapokban szinte naponta kapnak el embercsempészeket Tolna megyeszerte. Dr. Kovács Ildikó bíró, a szexedi törvényszék szóvivője azt mondja, idehaza a 2000-es évek eleje óta készülnek statisztikák az illegális migrációról. A kezdeti időszakban főként magányos embercsempészek szervezték az utakat, manapság viszont már olyan nemzetközi hálózatok irányítják a folyamatokat, amiknek az elfogott futárok a legalján állnak. Az a lényege ezeknek a bűnszervezeti elköveteknek, hogy gyakran még maguk az elkövetők sem ismerik a piramis csúcsán álló személyeket, nincsenek vele közvetlen kapcsolatban, nem is kell, hogy ismerjék, a jelenlegi hatályos magyar büntető törvénykönyvünk szerint elegendő, hogyha azt tudja, hogy azáltal, hogy ő részt vesz egy ilyen cselekményben, ez bűncselekmény. Idehaza a rendőrség mellett a titkos szolgálatok is vadásznak az embercsempészekre, sőt egy-egy elfogás gyakran nemzetközi együttműködésnek köszönhetően valósul meg. A hatóságok ezért pontosan ismerik az embercsempészek folyton változó módszereit. Gyakran nem egyedül érkeznek ezek az embercsempészek, van egy úgynevezett felvezető autó, illetve egy hátsó autó is. Mindez azt sugallja, hogy nem egyedüli az elkövetés, szervezet, egymással kommunikálnak, nyilván a lebukás, a hatóságok elé kerülés veszélye az, ami ezt a sok embert generálja, és megpróbálják minél jobban titkolni ezen cselekményeket. Tolna megyében a bírók egyébként az országos átlaghoz mérve a legtöbb esetben kifejezetten szigorú büntetéseket szabnak ki az embercsempészek ellen. Februárban például Szekszárdon 6 év fegyházbüntetésre ítéltek egy szerb férfit.